Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves sportolók, kedves diákok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit Karcagváros önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottságának soron kívüli ülésén, hiszen most már 13. éve, hogy az oktatási, kulturális és sportbizottság soron kívüli ülésen köszönti azokat a sportolókat, akik az előző tanévben, évben, szezonban eredményesen és kimagaslóan képviselték Karcag városát, a Karcag városában található oktatási intézményeket, illetve a Karcagi Sportegyesület versenyzőjeként különböző országos, nemzetközi, illetve nemzeti bajnokságon szereplő csapatok tagjaként városunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtestület meglent tagjait, köszöntöm az oktatási intézmények vezetőit és valamennyi kedves vendégünket. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, a Karcagi Sportegyesület elnökét. Köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Engedjék meg, hogy rögtön a rendezvény elején felkérjem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntője megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató úr, kedves önkormányzati képviselők, kedves sportolók, kedves szülők, kedves edzők, felkészítők, szeretettel köszöntök mindenkit a mai igazán jeles alkalmon, amikor elismeri a Városi Önkormányzat és a Sportegyesület, sőt Karcagváros társadalma közössége mindazokat a sikereket, amiket a 2018-as esztendőben sikerült elérni sport vonatkozásában, különböző megmérettetéseken, versenyeken, hiszen a sportvilága az egy önálló szférája a magyar társadalomnak, egy olyan erős terület, amely évről évre egyre szebb és szebb sikereket mutat föl, és hogyha megnézzük azt, hogy Karcag ebben a világban hol foglalja el az őt megillető helyet, tehát akkor látszik az, hogy igazán imponáló ez a teljesítmény, hiszen összesen 108 sportoló és 23 edző felkészítő, aki most elismerésben részesül. Tehát 108 olyan karcagi fiatal és sportoló részesül most elismerésben, idősebb korosztályokból is, akik az ország adott magas szintű versenyein bizonyították azt, hogy felkészülésben, kitartásban és akarásban küzdő szellemben igazán kiemelkedő tudnak felmutatni. Én gratulálok mindehez, és nekem meggyőződésem az, hogyha ebbe az irányba haladunk tovább, akkor mindig előrébb és előrébb tudunk lépni, hiszen ez a város igazán nagy teljesítményeket, világbajnokokat, országos bajnokokat is föltudni. Ha megnézzük az életrajzát a mai magyar sport, a régebbi időszakok kiemelkedő egyéniségeinek is, akkor is láthatjuk azt, hogy általában helyi, a karcegőhöz hasonló egyesületekből indult a pályafutások, és úgy jutottak el egyre tovább és tovább, gyakran a világhírnévig, az országos hírnévig, és az a adott közösség az mindig számon tartotta, és számon is tartja őket. Ezért is egy nagyon fontos alkalom ez a mostani. Én szeretném megköszönni a rengeteg munkát, a sok edzést, a kitartást, a támogatást, az odafigyelést, és bízom abban, hogy a 2018-as esztendő, amely, ahogy említettem, igazán sikeres év, az egy kellő alap lesz arra, hogy a következő esztendőkben is így ebben a körben tudjuk ünnepelni. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és sportsikereket a következő esztendőkre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen dr. Fazekas Sándor miniszter úr köszöntő szavait. A következőkben a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének pedagógusai és diákjai adnak ünnepi műsor. Átadom a szót a műsorvezető Lósz Csilla intézményvezetőnek. Szép jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Engedjék és engedjétek meg, hogy én is gratuláljak a 2018-as év sport eredményeihez,
és mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a mai este élménydúsabb legyen és ünnepivé varázsoljuk. Fogadjátok szeretettel növendékeink és pedagógus kollégáim műsorát. Elsőként egy cselló duót hallhatunk, mégpedig Kummer Andantinoje. Előadják Kovács Luca és tanára Urbánné Tóth Klára cselló. Thank you.
következő percekben az ütős hangszer család egy nagyon érdekes hangszínű darabja fog megszólalni. Vibrafonon Bach Hámor szvittjéből a Balinéri, ez is egy nagyon ismert dallam. A vibrafont megszólaltatja Székely Leó, felkészítő tanára Dudás Enikő tanárnő. Utolsó műsorszkámként Scott Joplin egy ismert darabja következik. Klarinéton játszik Sebők Lajos, fogadják meg nagy szeretettel. Azt gondolom, hogy mindenki nevében megköszönhetjük a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének pedagógusainak műsorát, intézményvezető asszonynak a közreműködést. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen sok közös van a zenében és a sportban, hiszen túl azon, hogy azért megfelelő ritmusban kell bizonyos dolgokat végezni, rengeteg készülés, edzés, tréning, és mindig csak egy pici idő áll rendelkezésre arra, hogy a maximumot tudjuk nyújtani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy 13. éve rendszeresen elfogadják felkérésünket, és ünnepi műsorral örvendeztetnek meg bennünket. Köszönjük szépen! Kedves diákok, sportolók, versenyzők, felkészítők, ünnepség talán legfontosabb része következik, a díjak átadása. Ahogy mellettem is látszik, próbáljuk a színskálát, színspalettát mindig egy kicsit tovább tolni. Van még, örömmel jelzem, hogy megnéztük a pólók
lehetőségeit, és összesen 36 olyan szín találtunk, ami még belefér majd ebbe a képbe, úgyhogy remélem, hogy nagyon hosszú sor lesz, mire a végére érünk, és esetleg egy újfajta póló márkát kell majd kitalálni, vagy újfajta nyakkivágást, hogy ne szakadjon meg ez a sor, úgyhogy a póló átadásra kerül sor. Felkérem képviselő urat, polgármester urat, segítkezzenek a díjak átadásában. Ahogyan az előző években is megszokhatták versenyzők, résztvevők, nyilván vannak új versenyzők is. Vannak olyanok a teremben, akik több sportágban vagy több országos versenyen értek el eredményt. Mindenkit egyszer fogunk szólítani a legnagyobb eredménye alapján. Tudom, hogy vannak olyanok, akik országos bajnokságot nyertek, de más sportágban második, harmadik, negyedik, ötödik helyezéseket értek el. Természetesen őket, mint magyar bajnokokat szeretnénk majd köszönteni, tehát mindenki csak egyszer fogunk szólítani. Kezdjük a hatodik helyezést, tehát országos versenyen hatodik helyezést elért versenyzőkkel. Duatlon sportágban hatodik helyezést ért el Illés I. és Réka, a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója. Kérném szépen, kifáradjunk. Ugyanezen sportágban a csapat tagjai voltak még. Kardos Panna, a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója. Mándi Melinda, szintén a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója. És Marga Kata, a csapat tagjaként, szintén a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója. Diák Olimpia országos döntőn hatodik helyezést értek el a Szent Pál Marista Általános Iskola fiú labdarúgói, a csapat tagjai Dobrai Bence, Farkas Gábor, Gőz László, Lakatos József, Lóli Lajos, Seres Bence, Seres Dávid, Kasi Krisztián, Vadász Adrián, valamint Varga Sándor. Birkózó sportágban országos ötödik helyezést ért el Budai Szintia, a Karcagi Sportegyesület versenyzője. Szintén birkózásban a Diák Olimpia országos döntőn ötödik helyezést ért el a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulója Budai Rudolf. Birkózásban országos ötödik helyezett a Karcagi Nagymó Református Általános Iskola tanulója Tóth Komlósi Csenge. A Nemzeti Bajnokság második osztályában, tehát az NB2-ben ötödik helyezést értek el a Karcagi Sportegyesület ifjúsági kézilabdázói. A csapat tagjai Ferenci Tamás, Ferenci Zoltán, Ficere Norbert, Gulyás Ferenc, Johann Mark Robert, Kisari Márk,
Attila. Nagy Márton Lajos. Nagy Roland. Sebő Robert. Székely Tamás. Tóth Gergely. Tóth Zoltán. Márci Lajos. És Varga Tamás. Grundbirkózás sportágban, és most már a negyedik helyezésnél járunk, országos negyedik helyezetteknél, a Györfi István Katolikus Általános Iskola csapata ért el kimagasló eredményt, a csapat tagjai Horváth Bence, Kír Enes, Kovács András, Kuruc István, Molnár Zétény, Sánta Levente, Szabó Sándor, Ubocsa Rihár István, valamint Varga Dominik. Országos negyedik helyezést ért el a NB2, tehát a Nemzeti Bajnokság másodosztályában a Karcagi Sportegyesület SAK csapata. A csapat tagjai Árdeleán George Katalin, Kostás János, Dr. Fazekas Sándor, Dr. Kozák Otto, Egyed Gábor, Egyed Judit, Egyed Viktória, Egyed Zsolt, Fodor István, Geiger Alex Emanuel, Illés Dávid Márk, Kőnya László, Kovács Robert, Kovács Sándor, Mohácsi Imre, Nagy Szilárd, Puha Péter, Rabi János, Rózsa Zoltán, Szűcs Ferenc és Vízkeleti Pál. Karcagi Nagykun Református Gimnázium strand röplabdázói is országos negyedik helyezést értek el diákolimpia országos döntőn. A csapat tagjai Csészabó Anna, Mátyus Anna, Rákolti Nóra,
Szabó Kira. És akkor elérkeztünk a dobogós helyezésekhez, hiszen innentől kezdve a harmadik, országos harmadik helyezést elért versenyzőket köszöntjük. Birkózás sportágban a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója országos bajnoki harmadik helyezést ért el, Tarjányi Gergő. Harmadik helyezést értek el a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakközépiskola szakmunkásképző tanulói, kispályás labdarúgásban a csapat tagjai Balog Dávid, Balog Norbert, Burai Zoltán, Farkas Alexander, Farkas Dávid, Farkas Zoltán, Gönczi István, Gönczi Károly, Katona Gyibor, Kis Erik, Seres István és Kudori Krisztián. Táncutás sportágban országos második helyezést ért el Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Sportegyesület tájfutója. És szintén van még egy második helyezést elért versenyzőnk birkózás sportágban Budai Szintia. És akkor az országos bajnokok következnek, akik első helyezést értek el valamilyen országos sportversenyen. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium kosárlabdázói országos bajnokságot nyertek, a csapat tagjai Béres Ildikó, Ekine Laura, Fehér Adrien, Kálmán Melinda, Márkus Angéla, Méhes Mónika, Nagy Klaudia, Nagy Viktória, Pap Patrícia, Tóth Virág, országos bajnok lett sportágában a birkózásban a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulója Nagy Sándor. Ő az egyik a többszörös magyar bajnokoknak.
és örömmel teszem hozzá, hogy ezt az egyik bajnoki címét Karcagon érte el országos diákolimpia döntőn. Karate sportágban országos bajnokságot nyert Fehér Levente. Szintén országos bajnok, ifjú Gyarmati Imre. Magyar bajnoknak mondhatja magát karatéban Magyar Levente. Szintén karate sportágban országos bajnok Simonné Gyarmati Ildikó. A karcagi nagykun református általános iskola tanulói kosárlabda sportágban dobda kosárra diák olimpia országos döntőn értek el kimagasló országos első helyezést. A csapat tagjai Ábrahám Barna, Décsei Laura, Faragó Gergő, Fodor Zita, Borzsás Barnabás, Kubai Lenke, Kubai Luca, Orosz Rita, Simon Dominik, valamint Tóth Julianna. Díjazásának a végére értünk. Engedjétek meg, hogy egy versenyzőt még külön köszöntsünk, aki nemzetközi versenyen kimagasló eredményt ért el. A női U18-as világbajnokságon 16. helyezett, az U18-as női csapat Európa bajnokságon 7. helyezést, korcsoportos magyar bajnokságon 2. helyezést, diákolimpia számtalan különböző számában magyar bajnoki aranyérmet nyert, és őt külön szeretnénk köszönteni, Egyed Judit sakkozót. A felkészítő edzőket, testnevelőket szeretnénk a mai napon köszönteni, úgy, ahogy az előző 13 évben, kérem, hogy ők is fáradjanak ki a pólójuk átvételéhez. Bíróné Tihi Márta, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa. Egyed Zsolt, a Karcagi Sportegyesület edzője, szakosztályvezetője. És hagy jegyezzem meg, hogy Zsoltnak díjátadással zárul a munkahét, de díjátadással is kezdődött a munkahét, hiszen hétfőn a Magyar Kultúra Napja alkalmából Karcagváros sportjáért kitüntető díjat vehette el. Fodor Csaba, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakközépiskolája. Gyarmati Imre, a Karcagi Sportegyesület edzője. Ifjú Gyarmati Imre, Karcagi Sportegyesület edzője.
Halászné Tollas Ildikó, a Szent Pál Marista általános iskola. Ijésné Nagy Olga, a pedagógiai szakszolgálat, gyújtásnál a tettet. Lombács Gergő, a Karcagi Sportegyesület edzője. Szent Pál Marista általános iskola labdarúgóinak felkészítője, Zsordi testvér. Kálai Gábor, a Karcagi Sportegyesület sakkedzője. Kapitány Zoltán, a Karcagi Nagykon Református Gimnázium testnevelője. Kardosné Szilágyi Anikó, Szent Pál Marista általános iskola testvére. Kis János, a Karcagi Szakképzési Centrum, Baró István szakközépiskolájának. Lévai Kálmán, a Karcagi Sportegyesület edzője. Major János, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium. Mede István, a Karcagi Sportegyesület sakkedzője. Miklósi Krisztián, a Györffy István Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Novák Éva, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa. Örlő Zoltán, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium. Por László, a Györffy István Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Saliga András Zoltánné, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa. Simon László, a Karcagi Sportegyesület edzője. Kuruc István, a Karcagi Sportegyesület edzője. Szakképzési Centrum, Baró István szakiskolájának pedagógus a testnevelőjét. Szűcs András, a Karcagi Sportegyesület edzője. Megköszönöm miniszter úrnak, polgármester úrnak a közreműködést, hiszen a díjazás végére értünk. Természetesen azok, akik nem tudták átvenni betegség, tanulmányaik, vagy esetleg versenyen való részvételük miatt, természetesen ők a későbbiekben meg fogják kapni az őket megillető pólót. Rendezvényünk végéhez közeledünk. Engedjék meg, hogy felkérjem Dobos László polgármester urat köszöntőjére, zárszavára. Köszönöm a lehetőséget, szép estét kívánok mindenkinek, tisztelt miniszter úr, képviselőnök, kedves szülők, kedves pedagógusok, testnevelők, edzők, kedves fiatalok, kevésbé fiatal versenyzők, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Azt kell mondjam, hogy pokoli jó itt lenni ebben a közegben, hiszen én ilyenkor kerülök igazán haza, és nagy öröm, főleg ilyen létszámú eredményt láttam Karcagon a nevén.
azt szokták mondani, hogy ahol jól megy a sportot, általában jól megy más is. Tehát ott egészségesebbek az emberek, jól megy a gazdaság, és számtalan olyan pozaványa van még, ami valószínűleg a sport értékeknek is köszönhető. Mert a sport egy okori jó dolog, hiszen olyan jellemvonásokkal gázza fel a versenyzőket, a sportolókat, ami egyedi és egyáltalán nem hasonlít semmi más, úgymond normális emberre, plusz dolgokat ad. Aki sporton az céltűz ki maga elé, megpróbálja azt elérni, tud közösségben dolgozni, akaraterővel látja el, és számtalan egyéb más olyan tulajdonságokat ruház a versenyzőkre, amit nagyon egyedi, és az emberi életed nagyon-nagyon szükséges és fontos. Fontosak az eredmények, fontosak az ellenfeleknek a legyőzése, de a sport még ebben is ad egy plusz, hiszen azt szokták mondani verkeken belül, hogy az igazi eredmény az, hogyha nem az ellenfelet győzöd le, hanem saját magad. Mert tudjuk nagyon jól, hogy az eredményekért okorjan meg kell küzdeni, nagyon-nagyon sok edzés, fájdalom, szenvedés, monotónia tűrés szükségeltetik ahhoz, hogy valaki valóban olyan produkáljon, hogy az már mérhető legyen másodpercekben, centimben, gólóban, stb. Stb. Most akik itt vannak, azok én úgy gondolom, hogy megtették a magukét, hiszen az országos első 6 helyezettjeink közé jutni az óriási eredmény, mert azt szoktam mondani, még lepényedésben, még zsákbofutásban is jegyezik el az ilyet, hát még komoly sportágokban. Tehát akik itt ülnek, azok igazán elégedettek lehetnek, és náluk csak mi vagyunk elégedettebbek, akik azt látjuk, hogy igen, ebben a városban azok, akikre ez van bízva, a testnevelőkre, edzőkre, sportszervezőkre, sportvezetőkre érteszik a dolgokat, biztosítják azokat a feltételeket, ami szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobb eredmény jöjjön ki mindenkiből, és adottak azok az egyének, akik vállalják azt, hogy valóban megmérettetik magukat, és ezt nagyon jól látni, és nagyon jól ilyenkor átadni ezeket a hólókat. Ez egy szerény ajándék, inkább gesztus jellege és értéke van. Valóban igen, kezdődött ezeknek a póloknak az osztása, illetve az elismerése a jó sportolóknak. Hát én azt hiszem, hogy 2007-ben, de lehet, hogy tévedek, mert hogyha ez a 13. akkor már lehet, hogy túl vagyunk. Egy biztos, az idő pokolian telik, és én elképzelhetőnek tartom, hogy olyanok is vannak már, akik valamikor megkaptak itt valamilyen színű pólót, és már edzőként, testnevelőként, sportszervezőként, vezetőként, sportvezetőként ténykednek. És ha így van, hát hogyha ez is adott egy lökést arra felé, hogy ilyen irányba mozduljanak, és hogyha így tették, jól tették. Tisztelt jelenlévők! Nagyon-nagyon szerencsés évet kívánok mindenkinek, hiszen már most a múltat ünnepeltük, most már 2019-ben járunk, és innentől kezdődően újfent indulnak a versenyek, a megmérettetések. Kívánom mindenkinek azt, hogy ez sikeres legyen, a felkészítőknek kívánok nagyon tehetséges egyedeket, alanyokat, akik a utasításokat, az edzői, testnevelői tanácsokat betartják, és a versenyzőknek pedig sérülésmentes, nagyon jó alapozást, aki éppen most abban az időszakban és egy olyan felkészülést, ami ismételten záloga és biztosítéka lesz annak, hogy a következő eszendőben újfent ilyen nagy létszámban tudjunk együtt ünnepelni. Ehhez kívánok minden jót! További szép estét, kedves hétvégét kívánok mindenkinek, csak itt tovább jó felkészülést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen polgármester úrnak a zárszót, nem marad más, mint hogy én is. Sok sikert kívánjuk a 2019-es évre, a mai estéhez, hétvégéhez pedig még egy kis kikapcsolódást, pihenést, aztán hétfőtől lehet kezdeni újra
az edzéseket, a felkészülést a következő bajnoki szezonra. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, szép estét! Köszöntöm Mezenkát dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő úr, a Karcagi Sportegyesület elnökével beszélgetünk. Itt a gyönyörű pólók, pontosan 13 póló előtt állunk, hiszen 13. alkalommal köszöntötték Karcagváros eredményes sportolóit. Az egyik legsikeresebb év volt a 2018-as, amikor elmondhatjuk, hogy a sportegyesület, de a város történetében is nagyon sok siker, eredmény az, amivel dicsekedhetünk, hiszen 108 sportoló részére adtunk ma át ajándékba olyan pólót, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ők az év eredményes karcagi sportolói. Az országos rangú számon tartott versenyeken elsőtől a hatodik helyezésekig elért teljesítményeket ismertük ma el, és tényleg a legkülönbözőbb sportágokban, kézilabdában, kosárlabdában, sakkban, birkózásban, tájfutásban, karatéban, és még sorolhatnám, mindegyikben vannak kiemelkedő karcagi tehetségek. Ez mutatja azt, hogy a város is nagyon erős, és az a közösség is, aki segíti őket, hiszen 23 sportedzőt, testnevelőt, felkészítőt is díjaztunk, és a szülők, egyáltalán a karcagi befogadó közeg, a létesítmények dolgozói, az iskolák vezető is támogatják ezt a munkát, igazi csapatmunkáról beszélhetünk. Én szeretnék gratulálni mindenkinek, és bízom benne, hogy ez egy jó alap a 2019-es esztendő hasonló sikereihez. Igen, és hát azt gondolom, hogy az is mutatja, hogy mennyien sportolnak a városban, hogy itt láthattunk alsó tagozatos gyerekeket, és hát nagypapákat is, sőt olyanokat is, akik apaként, edzőként is, és nemzetközi versenyeken is sikerrel vették az akadályokat. Változatos korosztályi összetétel volt, és ez mutatja azt is, hogy ki tudjuk használni a lehetőségeket, amelyek az elmúlt években megnyíltak. Tudjuk azt, hogy a sportcsarnokban felújítás történt, épült egy műfves nagypálya, egy újabb műfves kispálya, emellett egy kosárlabda liget a nagyvénkertben, az erdélyi futópályát is sokan használják, de most már föl tudnak menni a lomkorona sétányra, és az intézményekben is jó néhány fejlesztés volt, eszközbeszerzés. Hát ezen az úton kell tovább haladni, azért, hogy a megfelelő környezet, a megfelelő feltételrendszer az rendelkezésre álljon. Én önnek viszont sakk sikereket kívánok 2019-ben is, hiszen a sakk csapat oszlopos tagjaként önt is köszönhetjük, mint helyezetted. Én jó munkát kívánok önnek. Köszönöm szépen, hát én inkább erkölcsileg bátorítom a sakk csapatot, illetve az egyesületi kereket biztosítjuk, illetve az egyesületi keretet biztosítjuk ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek. Hát szeretnék én játszani igazán, már elkezdtem a felkészülést, úgyhogy bízom benne, hogy ebben az évben be tudok kapcsolódni aktívabban, mint az egyébként nagyon jó szereplő országos negyedik helyezést elért sakkcsapatnak a tagjai. Ez is rendkívüli teljesítmény, hiszen tudjuk, egy közkedvelt és nagyon nehéz sportágról van szó. Köszönjük szépen! Köszönöm! Szepesi Tiborral, a KSA ügyvezetővel beszélgetünk itt a pólók között. Elmondta, hogy még 36 szín van, tehát azt gondolom, hogy sokáig kitarthat még ez a köszöntés. Nagyon jó, hogy ilyen sokan eljöttek, és azt gondolom, hogy sportemberként örül annak, hogy ilyen szép sikerek születtek 2018-ban. Igen, minden évben gyakori azért, hogy közel a 100 versenyzőhöz érnek el karcagi sportolók, diákok olyan eredményt, amellyel kiérdemlik azt, hogy itt legyenek ezen az ünnepségen, amelyet igen 13 évvel ezelőtt kezdtünk, és hát remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig tudjuk folytatni, ami azt fogja jelenteni, hogy a jövőben is születnek olyan versenyzők, akik még esetleg nem is tudják, hogy majd valamikor ilyen pólónak a boldog tulajdonosai lehetnek. Tehát én bízom abban, hogy a következő években is legalább ezt a 100, de akár több versenyzőt köszönhetjük majd, akik országos versenyeken kimagasló eredményt értek el. És hát azért van, aki több sportágban is, itt viszont azonban csak egy sportágban köszöntötték, de hát azért mi is látjuk a versenyeredményeket, hogy vannak, akik azért nem csak úszásban, hanem egyéb sportágban is, és az utánpótlás is biztosított, hiszen láttunk itt már kicsiket is, és azt gondolom, hogy amiről szoktunk beszélni, hogy az idősebb korosztály is itt van még aktívan.
Igen, nagyon fontos az, hogy egyrészt az utánpótlás nevelés, tehát hogy valóban egészen kisgyermekkortól el tudjuk kezdeni azt a felkészítést, amely lehetővé teszi azt, hogy mondjuk középiskolás korban vagy felnőtt korban kimagasló eredményeket érjenek el. De szükséges az is, hogy lássák azokat a példaképeket maguk előtt, akik ezt az utat már végigjárták. És bízom abban is, hogy az a kapcsolat is meg lesz majd a korosztályok között, ami egyébként most is megvan, és így az egészséges, hogy tudnak segíteni egymásnak. Hiszen aki végigment egy úton, azt tudja, hogy mik a nehézségei, hol kell jobban odafigyelni arra, hiszen ahogy mondtam, egy-egy pillanatban kell megmutatni azt a tehetséget, azt a szorgalmat, azt a rengeteg edzést, amelyet felhalmozott az izmaiban, a fejében azt a tudást. Egy-egy sportágban, amikor másodpercek döntenek arról, hogy valaki mondjuk országos bajnok lesz, vagy esetleg kiesik egy csoportmérkőzésen. Tehát nagyon nehéz ezt egyrészt feldolgozni, másrészt felkészülni erre, és ebben segíthetnek természetesen az idősebb versenyzők. És hát azok is, akik versenyzőből lettek edzők, hiszen azért ők átélték versenyzőként, diákként, hogy milyen, és azt gondolom, hogy ez egy picit másképp tudhatni arra a diákra is, akit ő edz most, hogy nyugtatni tudja, tehát nem biztos, hogy rossz az, hogyha elmondja, hogy én mondjuk, hogy, amint ön is mondott, hogy 2 másodperc alatt hogy buktam el egy versenyt, vagy éppen 2 másodperccel hogy nyertem meg egy korábbi országos bajnok előtt a dobogó első helyét. Egy edző azt gondolom, hogy amikor a versenyzővel elutazik egy versenyre, akkor olyan, mintha ő maga is versenyezne, és hogyha siker, akkor az neki óriási siker, ha bukás, akkor azt lehet, hogy ő még rosszabbul éli meg, mint maga a versenyző, hiszen ő már egyszer végigélte azt az utat, lehet, hogy sikeresen, lehet, hogy egy picit sikertelenebbül. Tehát nagyon nehéz egy edzői munka, és nem is feltétlenül abban vannak különbségek edzők és edzők között, és vannak eredmények között különbségek, hogy ki hány fekvőtámaszt csinált, ki hány felülést csinált, ki hány kilométert futott, hanem abban a plusz segítségben, ami egy-egy versenyen fejben dől el. És ebben valóban nagyon sokat tud segíteni egy olyan edző, egy olyan versenyző, aki akár sikeres volt, akár kevésbé sikeres, de ott volt, ott állt a pályán, aki tudja azt, hogy egy-egy szituációban mit kell csinálni. Arról ma is többször beszéltünk már, hogy az önkormányzat és a különböző pályázatok biztosítják azt a lehetőséget, hogy minél jobb körülmények között sportolhassanak a karcagiak, de azt gondolom, hogy ma egy kicsit kevesebb szó esett arról a szülői háttérről, akik azért ott vannak a gyerek mellett, segítik, sokszor esetleg anyagilag is, hiszen egy drágább cipőt megvesz azért, hogy ezeket a sikereket, amit ön is elmondott, azt gondolom, hogy róluk is szólnunk kell. Így van, sokoldalú mindig a siker, és csak az egyik része maga a sportoló, az edző, illetve az a infrastruktúrális vagy anyagi háttér, amelyet egy sportoló mögé oda kell tenni, hogy elérjen egy eredményt, és legyen ez egy diákolimpiai eredmény, vagy akár egy olimpiai bajnoki cím is. Hogyha nincsenek mellette azok a segítők, és itt elsősorban a családra gondolok, a szülőkre, a testvérekre, akik biztatják, átvállalnak helyette feladatot, például egy-egy testvér, amikor mondjuk a nagyobbik fiú edzésen van, és akkor a kisebbik lapátolja a havat, például ebben az időben, vagy fordítva. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van azokra a úgymond háttérmunkásokra, akik biztos családi pontként ott állnak. És ezek én azt gondolom, hogy ahogy mondom is, szülők, testvérek, nagyszülők, de láttam már olyat is, hogy a szomszédok segítenek egy-egy sportoló felkészülésében, és ezek nagyon-nagyon fontosak. Én azt kívánom, hogy jövőre, amikor ugyanitt állunk, akkor ne 108, hanem 138 diákot köszönthessünk, hiszen az azt jelzi, hogy megint vannak újabb tehetségek, akik most értek be ezekbe az országos és nemzetközi versenyekre. És hát szakemberként pedig azt gondolom, hogy ön ugyanúgy fogja biztosítani ehhez a feltételeket. Remélem, hogy még legalább 30 évig, ameddig a színskála tart, addig itt tudjuk köszönteni majd a karcagi sportolókat. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük!